Spiritualitás. Természet feletti, földön kívüli, és minden, ami megmagyarázhatatlan. Minden kedden este 8-tól, csak itt, a Fáklya Rádión. A mikrofonnál Miskolci László, Szabó Kristóf és Hajósi Péter. Egy órányi objektivitás téren és időn át az anyagon túli kérdések világából. Mert az igazság ide lent van. Paraspiri. Együttműködő partnerünk a Hihetetlen magazin. Óriási szeretettel üdvözlünk újra minden kedves nézőt és minden kedves hallgatót innen a Fáklya Rádió stúdiójából, azaz a Prométheusz fedélzetéről. Vendégem, illetve kedves műsorvezető társam ismételten Miskolci Laci barátom, amikor már régóta nem volt itt nálunk, megérdemelt pihenését töltötte. Sziasztok, visszahoztak az UFO-k végre. Most nem tudom, hogy ez jó vagy rossz, majd mindjárt kiderül. De ami nagyon fontos, hogy egy fantasztikus vendéggel tényleg bővült a mai adásunk, ugyanis Factor Fiction csatorna tulajdonosa Csabi van itt velünk, úgyhogy óriási szeretettel üdvözlünk téged is, Csabi, szia! Sziasztok, nagyon szépen köszönöm a meghívást, üdvözlök minden kedves nézőt és hallgatót. Igen, ugyan nem személyesen, hanem a Discordon csatlakozott hozzánk. Nyilván a távolság miatt ezt nehéz lett volna megoldani, de a technika ördöge hál' Istennek most velünk van, úgyhogy minden rendben van ezzel kapcsolatosan. Itt már az első brillírozás meg is történt. Ai Pantera kérdezi is, hogy hogy hívják a földön kívüli lányt? Hogy? Hát Paraspiri. Érted? Nagyon jó. Na mindegy. Engem lesúldasz mindig az ilyen vicceket. Na azt gondolom, hogy most már kanyarodjunk vissza a mai műsorunknak a témájához, ami, mint ugyan azt ti nem tudjátok, de a háttérben itt Factor Fiction Csabival megbeszéltük azt, hogy a kísértett témát fogjuk egy picit körbejárni, és gorcsi alá venni, hogy a szavajárásomhoz illően ezt így tudjam kommunikálni. Csabi, engedd meg az első kérdés, hogy miért pont ez a témakör az, ami hozzád egy kicsit közelebb áll, és ezt választottad, mert nyilván ugye mi is szeretünk erről a témakörről beszélni, de egy picit érdekelne az, hogy te hogy jutottál arra, hogy foglalkozz akár ezzel a témakörrel. Mármint konkrétan a kísérletekkel? Igen. Jó, csak úgy emlékszem, hogy nem mondtad el, hogy mi lesz a téma, aztán nem tudtam, hogy most hirtelen most akkor ezt mondjam, vagy az UFO-kkal kapcsolatban. Na jó, hát figyelj, ugye meg lettem kérdezve, hogy én, mint vendég, milyen témát választanék, miről beszélnék szívesen. Na most azt tudni kell, hogy engem mindenféle téma érdekel, ami a rejtély kategóriába sorolható. Tehát mindegyik. Az UFO-k, tudom én, Atlantis, a kísérletek, ugye, ami a mostani téma is. És hát mivel nekem van saját tapasztalatom a kísérletek terén, amiket még igazából nem nagyon osztottam meg, illetve korábban nagyon-nagyon-nagyon régen egy videóban igen, de az még egy másik csatornám volt, hát akkor úgy gondoltam, hogy ez egy nagyon jó kiindulási pont lenne, szerintem. A csatornád egyébként leginkább UFO videókat dolgoz föl, vagy pontosabban UFO eseteket, legalábbis mostanában. Igen. És igen. Engem az érdekelne egyébként, hogy hogyan kerültél így közelebb ez a témához. Nekem pont azt tetszik a csatornádban, hát nem csak azért, mert objektív, tehát hogy eléggé közel áll hozzám, tehát bemutatod az esetet, utána elmondod, hogy mit mondanak a szkeptikusok, mennyire igazuk van, vagy mennyire nincsen igazuk, hát a legtöbbször ugye nincs igazuk, elmondod, mik lehetnek a magyarázatok, majd levonod ugye a következtetést. Hát nagyjából én is így szoktam ezeket feldolgozni, és hát nagyon sok olyan esetet veszel elő, amit a mostani emberek már nem nagyon ismernek, de én emlékszem rá, hogy gyerekkoromban, 90-es években ugye nagyon sok UFO-s könyvben szerepeltek ezek a sztorik, gondolok itt a Voronyezsi esetre, vagy más egyébre, amik azt lehet mondani, hogy kedvenc esetek, vagy nagyon-nagyon hitelesek is akár. Tehát hogyan kerültél úgymond ez a témához közelebb, és mi alapján válogatod meg egyébként, hogy miről fogsz éppen a következő videóban beszélni? És utána visszatérünk a kísértetekhez. Így van. Oké. Nem tudom, tehát nekem gyerekkorom óta ez az egész földön kívüli téma, ez szerintem édesapám véget jött, meg szerettem meg, mert ő volt az, aki nagyon rengeteg csillagászati könyvet olvasott annak idején, Egyiptomról olvasott könyvet annak idején, nem feltétlenül ebben a rejtély kategóriában, hanem inkább a történelmi oldaláról, de ugye a földön kívüliek az megint más, Egeli György könyveit
nagyon sokszor olvasta, van is itthon pár, és valahogy nekem olyan 12-13 éves koromban volt az, amikor először találkoztam úgy igazán ezzel a témával egy könyv formájában. Azt hiszem az volt a címe, hogy UFO-k Magyarországon, és azt hiszem, hogy talán Nemere István írta. De ebben nem vagyok biztos, hogy ki írta. Azt tudom, hogy ez a UFO-k Magyarországon című könyv volt, és hát azt én elkezdtem olvasgatni, annak ellenére, hogy akkoriban még nem szerettem olvasni, de ez engem annyira megfogott, meg annyira lekötött ez az egész, meg kiderült, hogy édesapám is valamilyen szinten azért hisz benne, hogy ez valahogy gyerekkorom óta ez így most már megvan. És nem csak én voltam, így egyébként testvérem is nagyon hitt az ilyesmikben. Úgyhogy nagyjából igazából így volt. Aztán amikor elkezdtem foglalkozni ezzel a csatornával, ugye te mondtad azt, hogy én nagyon objektíven állok a dolgokhoz. Na most én 2 évvel ezelőtt kezdtem aktívan foglalkozni ezzel a Factor Fiction csatornával, de én nekem feltett szándékom volt, hogy én nem leszek objektív. Tehát, hogy én elmondom, hogy én hogyan gondolkozok róla, tehát bizonyos dolgokról, és igenis ki fogom hagyni belőle a szkeptikusokat. Ugye ilyen volt az első ilyen videóm, a barlangrajzokról szóló videóm, ott a szkeptikusokat talán 1-2 mondatban, ha megemlítettem, mert ott volt az Ősi Földön kívüliek sorozat. Igen. Ugye ezt gondolom ismeritek. Na, az egy olyan sorozat, ami nekem azért tetszett meg, mert nem a szkeptikus álláspontot mutatta, meg a sok baromságot, amiket sokszor mondtak, hogy tényleg elképesztő néha, hogy miket tudnak mondani. Nekem pontosan azért tetszett, mert kihagyták belőle a szkeptikusokat, és egy adott szemszögből mutatták be, és végre nem a hülyeséget kellett hallgatnom úgyban. Persze van, akinek meg az a hülyeség. És én is így szerettem volna, de aztán valahogy úgy alakult, hogy most már én is egyre szkeptikusabb vagyok, talán pont olyan Facebook csoportoknak köszönhető, Laci, tudod, amit a múltkor mondtam neked, ahonnan engem kitiltottak, miután szóvá tettem, hogy milyen kamukat osztanak meg, és egyeset meg elhiszik. Igen. És én egyre szkeptikusabbá váltam ilyenek miatt. Főleg a mai világban, amikor az AI, ugye a mesterséges intelligencia ennyire előtérben van, ezek a dolgok, ezek most már még inkább megkérdőjelezhetőek sokszor, amiket mostanában látunk. Úgyhogy azért mondom én mindig azt, hogy a régi fotók is szerintem sokkal hihetőbbek, meg hitelesebbek, mint mondjuk egy most készült fotó. Mert most már nem tudod megmondani, hogy az. Na mindegy, szóval én igazából így kerültem hozzá közel. Egyébként igen, ez egy közös pont, ez a Facebook csoportokból való kitiltás szerintem mindannyiunknak, aki foglalkozik ezzel a témával, és próbál egy kicsit objektíven, vagy nem objektíven hozzáállni a kérdéskörhöz. Amin egyébként nagyon meglepődtem, és ez nem is olyan rég történt, pont ezt még veled is beszéltem, Laci, hogy egy régi fotót tettem be, és arra is azt mondták, hogy ez mesterséges intelligencia, pedig egyértelmű volt, hogy nem. Na mindegy, tehát hogy tényleg eljutottunk már arra a pontra, hogy most már a trollok még ilyen mesterségesebb trollok lettek, mint előtte, vagy hát nem is tudom, hogy fogalmazzak, de egy kicsit megnyugtat azt, Robi, hogy veled is ez megtörtént akkor. Nem is olyan régen, egy hete? Vagy hogy? De igen, igen. Beszéltük is egyébként. Mindenesetre egyébként ismerem a hallgatókat annyira, hogy meg szokták kérdezni, hogy akkor melyik könyvet is említette a hallgató, vagy az olvasó, vagy a vendégünk, és akkor ilyenkor mindig leszoktuk írni a kommentek közé, vagy a Facebook csoportba. Én azt mondom, hogy volt ez a könyv, amit te is említettél, hogy UFO-k Magyarországon, de igen. Nem erre István írta, hanem Sombor Judit, ez egy hölgy volt. Bocsánat. Semmi baj, csak az miatt mondom, hogy ennek volt egyébként 3 kötete is. A másik 2 kötetet már nem ő írta, hanem azonos címen ment, csak UFO-k Magyarországon 2-es meg 3-as, és ilyen újságcikkek voltak benne összeválogatva, mert akkor ugye heti szinten cikkeztek az UFO-król. Egyébként én ezzel a Sombor Judittal találkoztam is még úgy 5 évvel ezelőtt, beszélgettünk, ő is mondta, hogy például Tarna Szent Márián is járt, ugye ott egy nagyon híres katonai eset történt, és elmondta, igen, hogy kijöttek a csillagászok, és az egész UFO jelenséget északi fénnyel akarták magyarázni. És az, még ő is nevetett, pedig ő aztán tényleg nem azt lett mondani, hogy UFO fanatikus volt. De egyébként az is lehet, hogy a Nemerétől az UFO a láthatáronnal keverted egy picit, igen, össze. Igen, azt is olvastam, igen, akkor ezt a 2 kevertem, bocsánat. Igen, mert volt több ilyen könyv, nekem ilyen kis vékony könyvek voltak egyébként, én arra emlékszem. Így van. De az UFO-k Magyarországon az, ami nekem nagyon megmaradt, az tudom, ilyen rózsaszínes borítója volt, meg mit tudom én. Igen, így van. Igen. Hát rám is nagy hatással voltak annó, meg még most is, hogyha így nosztalgiából visszaolvasom.
mindenkinek, aki foglalkozott. Bocsánat, belebeszéltem, amit mondtál, és nem hallottam. Ja, csak annyit mondtam, hogy el kéne olvasni megint nekem. Ja, igen, már, igen. Hát ismétlés a tudás anyja, ez. Hát egy kis videótéma is kerekedik belőle. Igen, egyébként alapvetően én azt tudom mondani mindenkinek, hogy hogyha van olyan könyv, amit régen olvasott, esetleg olvassa el újra, mert azóta évek alatt annyit mondjuk úgy, hogy változott a világnézete vagy a hozzáállása, hogy lehet, hogy újat tud neki mondani, vagy nyújtani, és esetleg másként látja a különböző eseteket, történeteket. De azt lehet mondani, hogy én ezt meg szoktam csinálni, és van, amivel sokkal kritikusabb vagyok, mint 10 éve ezelőtt. Ebből nem adódik, hogy én leszek a szkeptikus társaságnak majd a feje 5 év múlva, de azért tényleg azért mondom, hogy objektívan kell kezelni minden történetet. Soha nem mondta, hogy soha. Igen. Soha nem lehet Isten tudni. Isten ments, engem rúghinne, hogyha a szkeptikus társasághoz kell. Igen, igen. Időközben a Twitch-re is megérkezett hozzánk Penge Balász és Messier is. Nyugodtan egyébként, aki a Twitch-en van, ott is tegye fel kérdéseit, meglátásait, és biztos vagyok benne, hogy a legjobb tudásunkhoz mérten ezt meg is fogjuk válaszolni. De akkor térjünk vissza a mai műsorunk tematikájához. Ugye itt elindultunk most egy ilyen ufós vonalon. Felőlem egyébként maradhat ez is, mert tudod, hogy szívem csücske. Igen, maradjon még egy picit, még mert így megkérdezném Csavit. Nekem bármi jó, tényleg. Nekem bármi jó. Megkérdezném Csavit, mert én nagyon kíváncsi rá, hogy mi lenne szerinted, vagy mik a kedvenc eseteid? Egy-kettőt, hogyha tudnál mondani, hogy mi a kedvenc eseted. Ugye azért felraktál egy pár videót a csatornádra már, hát pár az eléggé szerint kifejezés volt, de azért látszik, hogy szemezgetsz a régebbi történetek közül is, nem a most divatos eseteket, vagy éppen kamukat dolgozott föl, hanem tényleg a UFO kutatásnak a hős korszakát, azt lehet mondani. Tehát neked egyébként mi a kedvenc eseted? Tudsz-e ilyet mondani? Itt most kapásból, várjál, nagyjából 3 olyan eset van, ami nekem valamiért nagyon megvan, de ezek mondjuk híresebb esetek, ezekről azért nem is csináltam videót, de most abból mondjak, amiket már feldolgoztam, amúgy? Nem, unblock, ami csak a kedvenced, nem baj, nincs feldolgozva, igen. Hát ugye van ugye az 1980 évvégi rendelősem erdei eset, ugye amikor ott egy katonai bázis környékén volt, hogy 2 alkalommal is láttak UFO-t, egyszer ugye egyik alkalommal az egyik őjük, hogy is hívták, nem tudom már, hogy nevét a faszinak, ugye hozzáért az UFO-hoz, és akkor megjelentek ilyen bináris kódok a fejében, amiket aztán később leírt, és befordítottak, stb. Ez az egyik eset, ami nekem nagyon tetszik. A másik a Kecksburgi UFO, amit ugye nagyon sokan azzal azonosítanak, hogy a németeknek ez a makkalakú időgépe, a Glocke, igen, nem, akkor nem Mag, hanem harang alakú időgépe, hogy elvileg talán az volt az, na, az egy másik nagyon érdekes eset, de ami a legnagyobb kedvencem szerintem nekem az egyik brazil UFO eset, talán 94-ben történt, nem tudom, mindjárt mondom, Varginha. Na, az talán a kedvencem. Nem tudom, az valahogy, azt valamikor nagyon jókor láttam azt a UFO akták részt, amiben ez volt, és valahogy engem az akkor nagyon megfogad. De arról egyébként akarok majd videót is csinálni. Szuper, ezeket ugye ismerjük, egy-kettőről már beszéltünk is. Ezek tényleg nagyon jó esetek. Talán nem is tudom, az első az, ami azt mondom, hogy katonai jellegéből kifolyólog, az egyik leghitelesebb, én legalábbis így gondolom. Az a rendőrsem eset volt. Igen. Abszolút, annak tartom én is. De igazából mind a hármat, amit most elmondtam. Igen. Meg kell, hogy kérdezzük, láttál már UFO-t? Erre azért kíváncsi vagyok. Nem. Sajnos nem. Annyira szívesen mondtam volna, hogy igen, láttam, de nem. Ez nagyon kimaradt az életemből is. De viszont testvérem egyszer látott UFO-t. Legalábbis, na, szóval, ha gondoljátok, akkor azt elmesélem. Nem tudom, hogy... Hogyne, nem persze. Fejlett. Ne tartsd magadba. Na, a lényege az volt, hogy én, hogy... Na, akkor gyorsan elejére megyek. Szóval a lényege az volt, hogy én egy barátomnál voltam landparti, még annó nagyon régen, több mint 20 évvel ezelőtt, és öcsém jött értem kocsival, összepakoltuk a gépet, jöttünk haza, és már az elején, amikor pakoláztunk ott meg minden, és még be sem szálltunk a kocsiba, már láttam rajta, hogy nagyon fel van valamitől dobva, nagyon fel van pörögve, és nem értettem, mi van. És mondta, hogy majd otthon elmondja, de annyira idegeskedtem, hogy most történt valami otthon, vagy most mi van? Mi az, amit nem akar elmondani? És miért kell vele válni? Na és akkor a lényeg az, hogy sorompót kaptunk, hazafele jövet,
és akkor elmondta. És elmondta, de olyan átéléssel, hogy, egy meg se kérdőjeleztem, hogy ez most igaz-e vagy sem, tudtam, hogy igaz. Ő egy olyan UFO-t látott fényes nappal, ami gyakorlatilag egy picike pont volt az égen, egy nagyon fényes pont a nappali égen, amit először ő repülőgépnek nézett, mert annyira messze volt, de egyszer csak az a pont megállt, egy helybe lebegett, és elindult a másik irányba, majd ahogy ment a másik irányba, hirtelen megint irányt váltott, és elindult úgymond fölfelé. Tehát ilyen derékszög alakban. És ennyit látott. Tehát ennyi volt az egész észlelés, de ő ezt olyan átéléssel mondta el, olyan örömmel, hogy oké, kész, ő látott, én nem láttam, ő látott, tökre örültem neki, és meg is nyugodtam, hogy akkor nem történt semmi baj tulajdonképpen, hanem csak ezt látta, idézőjelben csak. Hát ugye ez a tipikus UFO mozgás, ez a cikk-cakkos, meg jobbra-balra, stb. Igen. Igen, igen. Hát érdekes, köszönjük, hogy elmondtad. És akkor összetennénk a kezünket egyébként egy ilyen észlelésért, főleg, hogyha ezt mondjuk... Reméljük, hogy szombaton látunk egy ilyet, Laci. Jó lenne, igen, és még le is száll. Föl kell festeni az UFO jelet, tudjátok azt a H betűt, vagy mi az a Cyril akár. Orosz Zsé. Az. És akkor majd jönnek. Vagy ja. Nem. Ja. Jó. Menjünk tovább egy picit, mert egyébként mindjárt itt vagyunk a műsorunknak a felénél. Én azt gondolom, hogy maga ez az UFO-s témakör abszolút jó volt kezdésnek, és köszönjük, hogy elmondtad, Csabi, a saját tapasztalatod, vagyis hát legalább ami családon belül történt, meg hogy egy picit meséltél arról, hogy hogyan is indultál el ezen az egész úton. Időközben itt a cseten egyébként már ránk zúdították azt, hogy várják a kísértetes történeteket is, vagy legalábbis ezt a témakört, úgyhogy itt most már nem tudjuk elkerülni, hogy ne kanyarodjunk rá erre a témakörre, úgyhogy kénytelenek vagyunk beszélni, hogy a kedves hallgatóinknak az igényeit is kielégítsük. Tehát én most akkor azt kérdezném tőled, Csabi, kérlek szépen arra válaszolj nekünk, hogy neked hogyan jött egyébként a szellem történetekkel való foglalkozás, vagy konkrétan egyébként a kísértetekkel való érdeklődés? Hát azért annyira nem érdeklődő a kísérletek iránt, érdekel, mint téma, de annyira nem vagyok benne. De a lényeg az, hogy nekem volt saját tapasztalatom ezzel kapcsolatban, még gyerekként nem volt egy nagy dolog igazából, sőt, lehet, hogy nem is azt láttam, amit gondoltam akkor, de volt más olyan, akkor elmesélem el, tehát hogy lehessen a következőket is érteni. Szóval nagyon sokszor volt olyan, hogy a szemem sarkából azt láttam, hogy egy fekete árny elsuhan, de ilyen macskaszerű árny, tehát nem egy ember árny, hogy valami egy macskaszerű árny, és mire odakaptam a fejem, akkor addigra már el is tűnt. Ez nagyon sokszor megtörtént, nem csak velem egyébként, a testvéremmel is megtörtént, de egyszer volt egy olyan élményünk, nekünk közösen tesómmal, amit a mai napig igazából én nem tudok hova tenni, mert egyszerre láttuk. Na most ez igazából, ezt Lacinak mondtam is, hogy ez igazából ábrázolni kellene, hogy ne legyen olyan nehéz elmagyarázni, hogy mi hogy volt, de a lényeg az, hogy ültem, tehát bent voltunk, tehát van nekünk hátul egy ilyen régen műhely volt, de akkoriban ilyen haveroknak ilyen haveri szobát alakítottunk ki. És tesómmal ott ültünk bent, ő ült egy asztalnál, én az ő háta mögött ültem, úgyhogy nekem ő jobbra volt, és ültem lent a földön, és az ágyon volt egy szintetizátor, és akkor azon én billentyűzgettem. A lényeg az, hogy neki is a jobb szeme sarkából, mert nekem is a jobb szemem sarkából volt egy szék, egy ilyen letakart szék, egy ilyen bokedli tulajdonképpen, ami le volt takarva egy földig leérő ilyen valami függönnyel, vagy valami lepellen, nem tudom, és egyszer csak megint csak ez a fekete árny, és oda kaptam a fejem, és azt láttam, hogy a lepel, ami a széket, tehát a lepel, ami letakarta a széket, az megmozdult, tehát olyan, mint hogyha valami tényleg befutott volna alá. De nem az a durva, hogy ezt én is észrevettem, hanem öcsémmel együtt néztünk oda. Ő is észrevette ezt az árnyat, és ő is látta, hogy meglebben ez a lepel. Oda néztünk, és nem értettük az egészet, mert tudtuk, hogy bent macska nem lehet, mert már pedig az egy ilyen kis macskaszerű fekete árny volt, és macska nem lehet, mert nagyon kis picike helység volt, tehát igazából azonnal feltűnt volna, hogyha bent van egy macska, és nem értettük, hogy mi van. És akkor mondom, Peti, te ezt láttad? Azt mondja, hogy láttam, valami bement a szék alá. De mondom, mi? Hát macska nincs benne, semmi. Hát akkor nézzünk be a szék alá. Fölemeltem a leplet, és semmi nem volt ott. Öcsém aztán
elkezdett körülnézni, és semmit nem talált bent. Az ajtó csukva volt természetesen, szóval semmi. Tehát nem értettük, hogy ez mi volt, mert hogy egyszerre ketten láttuk. Nagyon érdekes ez a leírás, amit mondasz, és saját élmény. Nekem is volt pontosan ugyanilyen, ezt itt az egyik műsorban még Kristóffal ki is tárgyaltuk, amikor a gyerekek és a szellemvilág kapcsolatát vettük gorcső alá, és ugyanezt meséltem én is, hogy egy ilyen macskaszerű árnyat láttam elmenni az ágy előtt, de hogy nem volt macskánk, ez benne az egész érdekesség. Na mindegy, ez csak úgy eszembe jutott asszociációnak. Neked egyébként volt valami hasonló, Laci? Mert te is egy csomót meséltél már is saját tapasztalatról. Hát igen, de ilyen jellegű nem volt. Hasonlóról olvastam, amikor valami állatszellemet látnak, kutya vagy macska, ugye nem is mindig saját állatnak a szelleme, hogy úgy mondjam, hanem mit az előző lakói, vagy valami ilyesmi. Tehát vagy nem tudják megfejteni, hogy miért pont állat jelenik meg ott, de olvastam hasonlókról. De ezek szerint akkor, tehát hogy tesód együtt is láttátok, meg te is többször láttad ugye ezt a valamit. Egy idő után akkor ez a jelenség megszűnt, tehát hogy többször nem észlelted, vagy érzékeltétek? Tehát elhanyagolva volt ilyen, tehát utána már nem volt egyébként érdekes. Most rákérdeztél, előtte volt többször, de ezután én nem emlékszem, hogy lett volna ilyen. Volt más egyébként, de nem ilyen macska szellem, hanem egy egészen más jellegű történés, és azt sem tudom megmagyarázni, hogy az hogyan lehetett, de nem tudom, hogy elmesélem, jó? Ez elég kicsit személyes egyébként. Kíváncsian várjuk. Ez kicsit személyes, ez 2009. augusztusának végén volt. Édesanyám halála után olyan 3-4 nappal történt az, hogy hát én itt ültem bent a szobámban, és volt egy kis ilyen kerámia bagoly. És ez a kerámia bagoly, ez nem tudom, valahogy én ránéztem, és mindig nem sokkal azelőtt kaptam egy haveromtól, és valamiért az volt bennem, hogy ez ilyen rossz ómen. Valahogy nem tudom, úgy nem bíztam abban a bagolyban, pedig csak egy kerámia tárgy volt. És mivel nem mertem kidobni, vagy kirakni a lakásból, ezért fogtam és oda tettem az ablakhoz, ami ki volt nyitva. És visszaültem az ágyra, és nagyon-nagyon el voltam keseredve ugye a tragédia miatt, és valami jelet kértem édesanyámtól, hogy valami jelet adjon nekem. És nem történt semmi az első 2 percben, és egyszer csak ez a kerámia bagó, egy koppanást hallottam az ablakból, és mondom, hát ez mi volt. Oda megyek, és a kerámia bagoly az el volt borulva. Na most azt tudni kell, hogy ez a kerámia bagoly, ez olyan, hogy alul, tehát olyan volt, mint egy piramis tulajdonképpen, tehát hogy az alsó része volt a legnagyobb, tehát nem tudott volna fölborulni. Tehát próbáltam a kis ujjammal ellökni, és még azzal sem tudtam, csak erővel ellökni, hogy az elboruljon. Még az is eszembe volt, hogy talán a függöny, de a függöny az simán átment fölöttem, mert ezt is kipróbáltam. Tehát próbáltam ellökni a függönnyel, simán átsiklott fölötte. És elborult ez a bagoly. És a mai napig nem értettem, hogy ez hogy lehetséges. Mitől borult el? Senki nem volt, ott bent voltam a szobában. Hát ugye... Szóval volt egy ilyen... Igen? Mondj csak azt, hogy folytatom ezt én tovább, mert volt még. Ja, jó, semmi, csak ugye ez annyit szerettem volna hozzáfűzni, hogy aki szkeptikusan rögtön megjegyzi, hogy a húzat levitte, mert hogy mondtad, hogy nyitva volt az ablak, de hát ugye te alapvetően megvizsgáltál minden lehetőséget teljesen reálisan, hogy vajon így, meg úgy, meg amúgy leborulhatott volna, de végül is nem. Meg hát sejtem, hogy milyen lehet ez a fajta tárgy, tehát hogy alapvetően már ugye az alja a legszélesebb, meg valószínűleg ott is a legsúlyosabb, tehát nem egy ilyen billegős, hogy könnyen fel tud borulni. És hát az is lehet, hogy tényleg kaptál egy visszajelzést. Igen, és az csak az egyik volt. Igen, időközben azért a csete még hozzáért Ózsi is, hogy a baba nevetésnél sincs jobb hajnali 2-kor, kivéve, ha nincs gyereked. Igen, ezt ismerem. És egyébként rengeteg ilyen történet van, amit így olvasunk a neten, vagy éppen látunk egy videóban. Számomra egyébként ez a leghátborzongatóbb, amikor gyereksírás hallasz, és tényleg nincsen gyerek a házban. Igen, igen. Folytasd kérlek akkor, hogy mik vannak még esetleg. Így van. Hát utána volt az, hogy ez már nem csak hozzám kötődik, ez már tesómhoz is kötődik, hogy amikor tesóm egy nagy takarítást csinált abban a szobában, ahol anyukám ugye volt, meg ugye apukám is, és
egyszer csak jön be tesóm azzal, hogy Csabi, gyere már, nézd már meg az asztalon, a szobában mozog a virág. Mondom, mi az, hogy mozog a virág? Hát gyere, nézd meg. Jó, oda mentem, és azt láttam, hogy volt benne ilyen száraz, ilyen vagy hogy mondják ezt, ilyen száraz virág, vagy milyen virág az? Művirág? Nem művirág, hanem ilyen direkt száraz virág, ilyen dísz. Aha. Na mindegy, szóval volt egy vázában egy ilyen, és azt láttam, hogy szó szerint rezeg a virág, tehát remeg. És nem értettem, hogy ez mi lehet. Most ez most mitől remeg? Nem volt földrengés, próbáltam a lábommal dübörgetni ott a szőnyeget, hogy most esetleg attól, hogy valami rezgett, de nem, semmi ilyesmi nem történt. Na jó, én visszajöttem, és akkor tesóm takarította tovább a szobát, és ezt már elmesélte utólag, takarította a szobát, meg ezt az asztalt, aminek a virág volt, és amikor azt a port onnan letörölt az asztalról, akkor egyszer csak megszólalt egy olyan játék, ami a keresztlányom elromlott játéka volt. Ez egy ilyen kormány volt, ami zenélt. Ilyen nagyon kisgyerekeknek való játék volt. És nem volt benne elem, és a játék megszólalt. De úgy, hogy az már rossz volt. Tehát akkor ott volt az ágyon, és a játék rossz volt. Tehát tesóm sem tudta megcsinálni, mert valami elektronikai hibája volt, és a játék megszólalt, mikor tesóm végzett a takarítással. És ő csak annyit mondott, hogy nagyon szívesen anyu. Fú, kicsit hát kirázott a hideg most egyébként. Elem nélkül teszik. És ezt a mai napig nem tudom, hogy mi lehetett, de hát nem tudok másra gondolni. Most lehet, hogy ezt valaki meghallja, és azt mondja, hogy csak beképzelés, biztos, hogy volt benne elem, biztos, hogy nem volt hibás, biztos valami oka volt, hogy megszólalt, tehát biztos, hogy megpróbálja ma sok ember ezt megmagyarázni, én nem tudtam megmagyarázni. Tehát, és ő sem, testvérem sem. Ezt nem is lehet megmagyarázni, és szintén azt tudom erre is mondani, hogy rengeteg ilyen történet van, nem is kell messzire menni, egyébként családon belül is tudok ilyen történetet, ami pontosan ugyanez, csak nem tudom, ilyen játékbaba volt, hanem játékautó. Na de hát mindegy is, elérkeztünk a műsorunk feléhez, úgyhogy most muszáj, hogy elmenjünk egy rövid reklámblokkra, előtte természetesen zenével kedveskedünk nektek, de ne menjetek messzire, mert innen fogjuk folytatni, és addig arra kérlek titeket, hogy a személyes észrevételeiteket írjátok meg a csetre, akár a Fáklya Rádió weboldalán, vagy a Twitch-en keresztül, és akár Csabinak is tehettek fel kérdést, vagy nekünk is a megszokott módon, és akkor ezekre meg fogjuk adni a megfelelő választ. Jó, úgyhogy most szünetelünk egyet, innen folytatjuk, maradjatok velünk addig is. Sziasztok, kedves nézők és kedves hallgatók, vissza is tértünk a második etapunkba. Itt az elsőben nagyon sok olyan dolgot érintettünk, ami kedves vendégünk, a Factor Fiction csatorna tulajdonosa, azaz Csabi elmesélt nekünk, több esetben személyes történet által is. Csabi, itt vagy velünk, ugye? Igen. És itt van, meg is érkezett. Jó. Azt még el szeretném mondani, hogy itt azért a csetre érkezett egy-két dolog, kaptunk pár ötletet, hogy mi az, ami majd a szünetbe jó volna a kedves hallgatóknak, fejlesztés alatt, úgyhogy minden bizonnyal ezt minél hamarabb hallani is fogjátok, látni is fogjátok, tapasztalni is fogjátok. Amúgy pedig Csabi, hozzád érkezett több igazából köszönet. Köszönik, hogy megosztottad a személyes tapasztalataidat, tetszettek ezek a történetek, illetve az esetek, amiket felvázoltál itt az élő műsorban. Ezen kívül Twitch-re érkezett még egy ismételten új nézőnk, aki nem hiszi el, hogy elkapta az élő adást, végre sikerült neki először, ő bit per minute, és rendszeres néző egyébként. Hát köszönjük szépen, üdv a körükben, Balesz ezt meg is írta helyettünk. Na de hát akkor térjünk vissza tényleg a mai témakörünkhöz, ami imárom valóban a kísértetek és azoknak a történetei, históriái. Laci, itt a szünetben mondott is. Mindjárt pillanat, Laci, kérlek. Szóval itt a szünetben Laci mondta, hogy mindenképpen szeretne egy személyes történetet elmondani, és akkor kérlek, Laci, ezt most mondd el a kedves nézőknek és hallgatóknak. Mindjárt csak azon mosolyogtam, hogy hozzám is írtak be cseten, és ugye megkérdezted, hogy Csabi, itt vagy velünk, és írták, hogy hát az olyan volt, mint a szeánszon. Ja. Itt vagy velünk, Csabi? Tényleg. Hát egyébként ez nem tudom, mennyire szellemes sztori, vagy UFO sztori, vagy csak egy szimpla véletlen, csak
annyi volt, hogy páron összeültünk most hétvégén, UFO-s dolgokról beszélgettünk, természetesen voltak ott olyanok, akiknek élményeik voltak, és hát volt egy fickó, aki azt mondta, hogy nagyon sok, vagy legalábbis több olyan esetük is volt, amikor a bútorok mozogtak maguktól, vagy a különböző tárgyak, és hát volt egy olyan esetük, amikor egy olyan szekrény fordult meg a saját tengelye körül, amit körülbelül három ember tudná elmozdítani. Az már para. Hát nagyon. Ők igazából nem voltak bent a szobában, egy baromi magas, hangos zörgést hallottak, és amikor bementek, akkor azt látták, hogy az egész szekrény meg van fordulva be a fal felé. Hát ezt már nagyon nem lehet mivel magyarázni. Én is ezekről sztorizgattunk, és pont ebbe a pillanatban, amikor ezeket beszéltük, kint a konyhában így megcsörrent így a pohár, ilyen nagyon furcsa módon. Hát én rögtön kiszaladtam kíváncsiságból, sajnos semmit nem láttam, és mivel nem tudom, hogy voltak elrendezve a porrak, meg minden, alapvetően nem látta, hogy mi lehetett az elmozdulás oka. Egy érdekes vagy egybefüggés volt így. Azért ez elég komoly sztori, amit most így elmeséltél. Időközben Csabi, érkezett hozzád kettő darab kérdés. Gyorsan vissza is görgetek. Igen, itt van. Ozsi kérdezi tőled, hogy kiskorodban is érzékelted-e ezeket a dolgokat, vagy csak most érzed igazán? Nem emlékszek semmi ilyesmire egyébként. Nem. Tehát leszámítva ezeket a macska szellemeket, vagy nem tudom, ezeket az árnyakat, amik ilyen macskaszerűek voltak, ezeken kívül nem volt, de az is már ilyen 11-12 éves korom környékén volt. Hát úgyhogy ezen kívül nem volt. Azért akkor már úgy tudatos az ember önmagára szerintem, tehát azt sem lehet, hogy a gyerek kitalálta, vagy túl nagy a fantáziája, mert tudod, szoktak lenni ilyen magyarázatok. Igen. Lehet, hogy az miatt kérdezte a hallgató, mert ugye sokan úgy vélik, hogy a gyerekek még fogékonyabbak a szellemi világra, annak érzékelésére, és akkor ez fokozatosan aztán eltűnik, amikor egyre erősebb az ego, vagy egyre jobban belepántálják a világnézeteiket a szülők, meg ugye hát a tanulás, hogy nincsenek szellemek, nincs szellemvilág, kivéve persze, hogyha ez nem egy vallásos család, vagy ilyesmi. Hát akkor ott ugye, végképp nincs ilyen. Tehát... Hát de van, hát a halálon túli élet van, meg hát alapvetően hisznek a szellemi létben. De hogy is? Tehát a kereszténységnél ez egy tök tabu téma, az már gonosztól való. Hát jó, de nem azt mondja, hogy nem létezik, hanem az, hogy van. Csak az gonosztól való. Hát, igen, igen. Hát jó, de Csabi se tudja megmondani, hogy most az a macska lény, az most gonosz, vagy nem gonosz. Ja, igen. Nem akart bántani engem, úgyhogy nem volt gonosz. Ja. Na, ez meg a másik. Igen, igen. Aztán Csabi, itt van még egy kérdés, amit neked címzett Ahi Pantera, mert hogy őt az érdekelni, hogy mit éreztél, miközben történtek ezek az események, hogy ez bajós volt, vagy milyen más érzet futott át rajtad? Mármint a gyerekkori macskára gondol, mert akkor semmi, tehát egyáltalán semmi, csak meglepődtem és kész, mentem tovább. Hát a másik az pedig, ez az utóbbi kettő, amit meséltem, ez pedig inkább egy ilyen pozitívabb visszajelzés volt. Uh-huh. Tehát azt én abszolút pozitívnak éltem meg, tehát nem volt bennem félelem meg ilyesmi, inkább az volt, hogy egy megnyugvás volt, hogy oké, hát akkor ahogy eddig hittem, ezek szerint tényleg úgy is van. Mert hogy én azelőtt is tudtam, hogy léteznek szellemek, ebben teljesen biztos vagyok, mondhat bárki bármit, és az, hogy saját magam megtapasztaltam ezeket a dolgokat, egyértelművé tette. Uh-huh. Alapvetően egyébként hogy képzeld el ezt a mondjuk úgy szellemi világot, vagy a túlvilágot, tehát hogy biztos van egyfajta elképzelésed, biztos olvastál a témáról is. Nehéz kérdés. Hát valamiféle kialakult véleményed biztosan van, mint ahogy az UFO témában is, tehát hogy most kis felhőkön csüngenek a kis puttók, vagy nem tudom, vagy... ezt nem így képzeltem eddig el, de érdekes. Vagy úgy, ahogy a halálközélményeknél el szokták mondani, hogy átléptek egy bizonyos létközbe, vagy tehát hogy alapvetően hogy képzeled ezt el? Hát... Na igen, ez a halál utáni élet is elég érdekes. Egyébként abban is hiszek, tehát abszolút úgy gondolom, hogy ez mind létező dolog, és nem csak az agynak a játéka, ahogy ugye egyesek mondják. Figyelj, nem tudom, ez egy annyira szerteágazó dolog szerintem. Tehát nem tudom, szerintem az emberi tudat az egy olyan dolog, ami nem veszik el. Tehát én nekem az teljesen, hogy mondjam, szerintem az élet túlságosan bonyolult ahhoz, hogy ilyen dolgok elvesztenek. Mert ha ez így lenne, akkor az ember minek születik meg,
minek tanul, minek tapasztal, minek fejlődik élete során, minek él át élményeket, akár negatívat, akár pozitívat, hogyha az mondjuk a halálával mind semmisé válik. Ez egész tök értelmetlen. Ennél sokkal bonyolultabb az élet, mint hogy ezek így elvesztenek. És én úgy gondolom, hogy a halál után a tudat egy része az vagy itt marad még egy ideig a Földön, én ebben hiszek le inkább, tehát aféle energia, vagy rezgés, vagy nem tudom, hogy mondjam, és majd csak azután távozik innen. Nagyjából ezt így gondolom. Tehát nem tudom, tehát igazából ezen annyira nem gondolkoztam még el. Az biztos, hogy valamiféle nem tudományos, jelenleg nem tudományos magyarázata van ezeknek a dolgoknak. És egyébként, ha már itt tartunk, nekem az a kedvencem, mikor van egy spirituális téma, és az emberek a tudománnyal jönnek. Na most, egy spirituális témával kapcsolatban hogy lehet felhozni a tudomány? Én ezt sosem értettem. Valamelyikötök tudja? Tehát, hogy két teljesen különböző dolog, két szinte egymásnak ellentmondó dolog egész addig, amíg a tudománynak nincs eszköze mérni ezeket az információkat, hogy úgy mondjam. Tehát nem értem, hogy az emberek miért állítják így le. Most kitérő volt, bocsánat. Nem volt. Teljesen jó volt. És kitérő volt, de tényleg ezt nem is értem. Én abban látom a megoldását ennek a kérdésnek, hogy függetlenül attól nagyon sok ember mondjuk úgy negatívan vélekedik a tudományról, tehát hogy nem befogadó, vagy éppen tagad bizonyos jelenségeket, vagy nem lát bizonyítottnak. Attól függetlenül az emberben mégiscsak ott van valahogy elméleti szinten, hogy azért tudományosan bizonyítani kellene. És mindig voltak olyan tudósok, akik kilógtak a sorból, és megmerték kockáztatni, hogy nem a fősodratú tudományos véleményeket hangoztatták, hogy mint ahogy beszéltük itt a hálközi élményt, voltak olyanok, akik azt mondták, hogy ezt nem lehet visszavezetni kizárólag agyi működésre, hanem erre is erre, tehát hogy ez bizonyítja a hálközi élmények valódiságát. És általában a spirituális emberek leginkább ilyen tudósokba tudnak belekapaszkodni érvelésként, hogy tessék, tudományosan valamilyen szinten már bizonyítva van, és úgy, ahogy voltak tudósok, akik elvileg le tudták mérni a különböző energiákat, hát én ezeknek egy részében természetesen kételkedek, mármint az energiában biztos vagyok benne, hogy létezik, mert tapasztaltam is, de nem találtam még olyan tudóst, aki azt mondta volna, hogy tényleg cáfolhatatlanul mérőműszerrel be tudja bizonyítani, hogy ez valóban van. Tehát én azt gondolom, hogy ide vezethető vissza, és hát nagyon sok spirituális téma van még, amit tényleg próbálnak valahogy tudományosan beállítani, de nagyon sok fals dolog is van. Többek között az egyik kedvenc, amikor elmondják, hogy mit tenni, 12 szálú DNS, meg kvantum spiritualitás, meg nem tudom, tehát ilyen tudományból átvett szavakat használnak, aminek aztán teljesen más kontextust alkalmaznak, meg semmi értelme nincs is úgy, ahogy azt ők előadják. Igen, igen. Én igazából, hogyha erre kellene válaszolni, nagyon egyszerűen ragadnám meg a fonalat. Az egyik az, amit te is mondtál, Laci, hogy a tudomány igazából nem tudja mérni ezt a dolgot. Tehát, hogy erre tudós valóban nincs, aki ezt felvállalja, hiszen ha már spiritualitással foglalkozik, az onnantól kezdve az ő szemszögéből nem tudományos nézőpont. Azonban vannak olyan szakemberek is, és most nyilván itt nem az akadémia tagjaira gondolok, hanem egyéb emberekre, akik egyébként végeznek méréseket és kutatásokat, akár mondjuk az energiáknak a mérésében, vagy teszem azt, ott van nagyon jó példa az aura fotózás. Ugye végül is az is egy spirituális történet, de tudományosan alátámasztható végül is, hogyha ezt most így macska körmözzük, mert vizuálissá lehet tenni, és ez nem egy légből kapott információ, nem egy mai történet, már régóta működik ez a dolog. Ez az egyik. A másik, amikor egy ilyen kérdés jön, mint amit te is feltettél most, Csabi, arra általában azt a választ szoktam adni, hogy ott van például az orvostudománynak az endokrin rendszere, ugye, ami pontosan ugyanúgy helyezkedik el, mint az emberi szervezetben megtalálható csakra rendszer. Tehát, hogy ugyanarról a két dologról beszélünk, csak az egyik egy tudományos szemszögből világít rá, a másik pedig egy spirituális szemszögből. Nem tudom, igen. Hogy sikerült-e válaszolnom a kérdésedre. Igazából... Igen, egyébként.
Igazából a UFO kutatása, vagy az UFO jelenségekre is azt szokták mondani, hogy nincsen bizonyítva is, hogy áltudományos. Tehát ezzel már el akarják szakítani, úgymond a fősodratú tudománytól. De azért szerintem, Csaba, te is egyetértesz azzal, hogy valóban az UFO kutatásnak nem minden egyes aspektusa bizonyítható kézzelfoghatóan. Mindazonáltal szerintem vannak olyan kézzelfogható dolgai is, amik kiállják a tudományosság próbáját, hogy úgy mondjam. Tehát én úgy gondolom, hogy elég jó sok adat van, ami alátámasztható. Az adatok mellett ott vannak a különböző dokumentumok, megfigyelések. Most már azért eléggé sok radar visszajelzés is van, amit nem lehet semmi olyasmival magyarázni, hogy mit gólyák repültek ott, vagy éppen ballon volt, meg nem tudom micsoda. Tehát, hogy vannak olyan adatok, amik kiállják a tudományosság próbáját, és vannak olyan adatok, amik egyelőre nem, tehát, hogy még egyelőre nem nincsenek kellően alátámasztva, de általában ugye ezeket szokták így keverni. És talán ezért is van az, hogy a spirituális oldalon is van egyfajta ilyen hasonló keveredés. Van, abszolút. Igen, most az ugrott be egyébként, most az UFO-kra visszatérve, amit előbb mondtál, hogy nincs, tehát nem lehet minden egyes UFO észlelést tudományosan megmagyarázni. Na de én mindig azt mondom, hogy nincs bizonyítva. Na most szerintem most már több tízezer, szerintem legalább százezer olyan esetet lehetne felsorolni az elmúlt 200-300 évből, vagy akár a középkori visszamenőleg, tehát összesítve, hogy már megint csak az van bennem, hogy ha csak egyetlen eset ebből a rengetegből valós, akkor az mi? Akkor az már is egy bizonyíték. Akkor az már is mit jelent, hogy a Földön kívüliek itt vannak és látogatnak bennünket. De most, hogy nekem valaki azt mondja, hogy ennyi esetből egy sem valós, mindegyik kitaláció, meg kamu, meg mit tudom én, akkor az már megint csak egy, akkor az már túlzott szkepticizmus szerintem. Én ezt így gondolom. Igen, igen, valóban, és az a helyzet, hogy valóban nagyon sok minden kamu is lehet, meg ki is derültek esetekről, hogy félreértések, vagy meg lehetett magyarázni, csak én azt vettem észre ezeknél az embereknél, hogy szokták mondani, hogy a fürdővízzel együtt a gyereket is kiöntik, tehát azokról az esetekről nem vesznek tudomást, vagy nem akarnak tudomást venni, vagy nem ismerik el, hogy az valóban egy hiteles történetről van szó, mert minden azt támasztja alá, ugye. Hát ugye ott van bocsánat, mondj csak. Nem, mondja csak. Csak annyit akartam, hogy meg ugye ott van a rengeteg szemtanú, tehát vannak olyan UFO észlelések, ahol szinte egy városnyi ember látja, és egyszerűen ezeket az embereket, mindegyik képzelődött. Tehát le tudják ennyivel azt kertik. Pont ezt akartam mondani. Igen. De ugye, hogy egyszerűen röhelyes, hogy annyira nem veszik komolyan a szemtanúkat, még ha több is van egyszerre belőlük, meg főleg, hogy a szavahihető szemtanúkról van, mit tudom én, repülőgéppilóták. Tehát a repülőgéppilóták mondjuk utasszállító repülőgépek pilótái, akik felelősségteljes emberek, pszichológiai vizsgálatok után engedik csak őket repülni. Tehát hogy gondolhatja bárki azt, hogy egy pilóta majd ezzel fog hülyéskedni? Tehát én ezt nem is értem. Igen, alapvetően az a probléma, hogy a tudományba a nagyon UFO kritikusok elmentek egy olyan irányba, ami viszont nagyon tudománytalan. Tehát, hogy egy tudománytalan gondolkodása vannak, mert hányszor hallottuk már azt, hogy miért csak Mari néni meg Pista bácsi lát UFO-t, miért nem egy szakavatott szakember. És amikor elétolsz több ilyen nevet is, az űrhajóstól kezdődően tényleg csillagászon át, amiből valójában nincsen sok, de vannak, akkor azt mondja, hogy nem számít, mert azok csak szavak. Tehát akkor magyarul semmi sem elég. Igen. És amikor igen, azt mondod... Igen, tehát... igen, igen. De csak mondjad aztán, hogy elmondom, mert most egy másik gondolat is az eszembe jutott. Igen, nem, csak alapvetően arról van szó, hogy olyan, mintha a két oldal játszana egymással egy foci meccset, és mindig mire az UFO-sok gólt rúgnának, a szkeptikusok egyre hátrébb tolják a kaput, és olyan nem lehet gólt rúgni. Tehát mindig vannak kifogásaik, de amikor a kifogást teljesíted, dokumentumokkal, radarjelekkel, akár hiteles tényleg felvételekkel, mert azért van olyan is, akkor soha nem elég semmi sem. Ha elég lenne téve egy roncsdarab, szerintem az se lenne elég, mert most már roncsdarabok is vannak, ki van vizsgálva, akkor abba kötnek bele, hogy nem biztos nem hihető szakértő vizsgáltak itt. Tehát, hogy mindig van valami elcseszett kifogás. Igen. Persze. Igen, és abba is marad a sztori, tehát, hogy itt akkor megint le lehet húzni a vécén ezt az egész történetet. De nagyon sokat beszéltünk már erről, hogy hiába az UFO
UFO-kutatók, persze természetesen mindent megteszünk annak érdekében, hogy hitelességet nyerjen ez az egész témakör, de az a baj, hogy akár az internet térnyerésével, sőt, ahogy már beszéltük is, a mesterséges intelligencia térnyerésével egyre jobban háttérbe szorul ez az egész történet, és ez nagyon jó példa volt ez a egyre hátrébb tolják a kaput. Igen, ez jó volt. Tehát igen, kicsit ez ilyen fájó pont. Hát ez van, toljuk a biciklit, ameddig lehet, és nyilván, ha a lánc nem esik le róla, akkor addig még tudunk gurulni előre. Ennyi. Igen. Csabi, mit akartál ezt hozzátenni, ugye? Én is csak annyit akartam mondani, hogy mivel amikor kapok egy szkeptikus kommentet valamelyik videóm alá, ami mondjuk csak annyi, hogy oké, rendben, na de hol van a bizonyíték? Akkor én mindig azt szoktam neki válaszolni az illetőnek, hogy figyelj, mi számít neked bizonyítéknak? Tehát kinek kell mondania, hogy ez így van, hogy te arra azt mondd, hogy oké, ez így van, és akkor ezt én elhiszem. Tehát mi az a bizonyíték, amire te azt mondod, hogy oké, ez tényleg bizonyíték, ez alapján már én is elhiszem. Tehát kinek kell ezt mondania? Tehát mi számít bizonyítéknak? Én ezt sem értem egyébként, hogy kinek mi a bizonyíték. Tehát most mondja be a tévé például, és akkor majd elhisszük. Mert már most nem azért, de a tévének hinni az nem olyan lehet. Tehát én, amit a tévében hallok, azt meg általában az ellenkezőjét gondolom, meg hiszem el, mert az valószínűleg nem az igazság lesz, de akkor kinek kell mondania? Be kell jelentenie az Amerikai Egyesült Államok elnökének, vagy minek kell történnie, hogy egy bizonyítékot bizonyítéknak tekintsünk? Hát én ezt sem értem. Hát lehet, hogy tényleg erre várnak az emberek, vagy de az érted, már egy olyan dolog, emberek, amit elfogadnának. Igen, de az ilyen emberek szerintem bármit is látnának, meg hallanának, bármilyen bizonyítékot, szerintem ők akkor sem tekintenék az bizonyítéknak. Ez így mert van. Egészen egyszerűen ők elhatározták, hogy már pedig az nincs, mondjuk UFO-k nincsenek, és akkor most mondhat bárki bármit, azt úgyse fogom elhinni. Most mondok egy másik példát, annak idején még nem a Factor Fiction csatornával foglalkoztam, hanem egy másik csatornámmal, meghívott egy adásba egy akkori youtuber, és beszélgettünk, hát nagyjából ilyen témákról. Na most az illető, én úgy gondoltam, hogy ő egy nagyon úgymond hívő ember. Tehát hisz az UFO-kban, hisz a spiritualitásban, az egész csatornája valahogy olyan hangulatot árasztott, és kiderült az adás közben, ez is egy élő adás volt, hogy pont az ellenkezője igaz. Tehát ő abszolút szkeptikus. Az adás után mondta nekem, hogy ő valójában még akkor sem inni el, hogy egy idegen áll mellette, hogyha meg is érinthetné, és ott lenne mellette, tehát én akkor sem inni el, hogy a földön kívülek léteznek. És én teljesen volt többenve mondom, én ezt pont az ellenkezőinek gondoltam rólad, mert valahogy az egész lényed olyan. És kiderült, hogy nem. Tehát ilyen emberek is vannak, hogy tök mindegy, mit mondasz nekik, úgyse hiszik el. Igen, én úgy vettem észre, hogy változtatják is, hogy mindig mit gondolnak az adott esethez függően. Ha van egy eset, amihez nincsen fénykép, akkor azt hiányolják. Ha van olyan eset, ahol van fénykép, akkor mások problémájuk, akkor már nem számít. És így tovább, és amikor azt mondja, hogy ugye mondtad azt is, hogy kinek hinnének. És ugye nagyon sokan, általában már én is szoktam azért vitázni, azt szokták mondani, hogy egy tudósnak hinnének. És amikor én mondok egy ilyen tudóst, akkor azt mondják, hogy én tekintélyre hivatkozom. Tehát akkor viszont már nem számít a tudós szavat. Tehát ezek ilyen soha véget nem érő érvelések, vagy ellenérvek, amiknek végül kiderül semmi értelme nem volt, csak az idődet pazaroltad. De jó a kérdés, akkor minek kellene történnie ahhoz, hogy az emberek elhiggyék, hogy mi az igazság, és maga mi a valóság. Igen. Egyébként... Igen, mert hogyha most... Bocsánat, mondd, Vaci. Nem, csak igazából eszembe jutott egy ilyen YouTube podcast, ami nagyot ment. Hát elmondom, annyi, hogy Friderikusz föltette egy régi ilyen gabonakörös videót. Láttam, igen. Igen. Még annak idején is láttam. Igen. Beírta a szkeptikus társaság elnöke, hogy akkor még gyerek volt, és ez az esetőt felkorbácsolta, de szerencsére a szkeptikusság útjára lépett. És én beírtak neki páron is, hogy hát most egy kamuzással lehet bizonyítani, hogy UFO-k nincsenek, vagy ez hogy megy. Tehát, na mindegy. És az a lényeg, hogy beírta ez a fickó, hogy nincsenek hiteles szemtanúk, nincsen egy csillogás se. És én beírtam neki, de vannak csillogászok, akik láttak már UFO-t, és valahogy erre nem nagyon tudott mit érvenni. Mindig ilyenkor meg elkezdek mellé beszélni. Igen.
Igen, igen. Hát ez nem egy új keletű történet. Sőt, te még fel is kerestél egy csillagászt, aki ugyanígy nagyjából, de most nem azt mondom, hogy elhajtott, de úgy mindig kitért a válasz alól, és olyanokat mondott, ami nem igazán fette a valóságot. Igen. Nem volt kézzel fogható igen, a sztori. Igen, igazából kettő magyar csillagászt találtam, aki látott UFO-kat. Az egyik kicsit foglalkozik vele, néha küldek neki beszámolót, nem lehet azért azt mondani, hogy UFO-kutató lett belőle. A másik nem foglalkozik vele, pedig fényes nappal látott, le is ellenőrizte, beszólt a katonaságnak, stb. Nem tudott rá választ találni, és hát időnként rám ír, hogy látott a tévében, gratulál hozzá, de általában azt mindig azt mondja, mi a fenét foglalkozzon ő ezzel a hülyeséggel. De így szó szerint, hát mondom, nem hiszem el. Na tessék. Igen, Csabi, mit szerettél még volna mondani ez? Na most már jó kérdés. Jó kérdés. Ja igen, 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 tegyük fel. Ugye még amit a Peti mondott az előbb, hogy mindenkinek történnie, meg hogy mi az a dolog, amitől ők elhinnék, hogy oké, vannak földön kívül. Ja, igen. Most az ugrott be, hogy ha tegyük fel, mit tudom én, ő saját maga látná az égen a földön kívüli űrhajót, ami egyértelműen nem lehet más, csak egy földön kívüli űrhajó, vagy valami ahhoz hasonló. De várj, és tegyük fel, hogy leszáll, és kiszállnak belőle a lények. Csak hogy fokozzuk. Tegyük fel, mondjuk ez is megtörténik. Még akkor sem mondhatja azt, hogy oké, akkor ez megtörtént, és ezt én láttam, mert akkor meg lehetne hivatkozni a Bluebeam projektbe. Igen. Ugye? Igen. És akkor megint csak ott tartunk, hogy ja, hát akkor az nem is volt igazi. Pedig annak tűnt. És akkor, ja, akkor mégsem hiszek benne. Tehát akkor most mi az, amit elhiszünk? Hát igen, vagy azt mondja, hogy lehet, hogy ez a kész átverés, nem lehet az, hogy felboncollak, akkor na, talán elhiszem, hogy az vagy. Volt egyébként egy ilyen kész átverés szó rész, még régebben egy külföldi magyar tévé bemutatta, vagy leadta, egy ilyen külföldi jelenet, hogy földön kívüli észlelés történt, egy sötét erdőben lerobbant az autó, és akkor szemben nagy fény az úton, az erdő fái között, és akkor jöttek a földön kívül lények, akik gyerekek voltak beöltözve, de nagyon jó meg volt csinálva, tényleg hihetetlen ijesztő volt az egész. Na most ez ugrod be, hogy hát igazából akár még ez is megtörténhet. Hát honnan tudod, hogy az most igazi vagy sem? Ezzel most a szkeptikusoknak adtál igazat. Bocsánat, elnézést kérek mindenkitől. Nem, csak mondom, hogy igazából egy szkeptikusnak még ez sem lenne elég igazából, hogy nem, a saját szemében lát. Neki semmi nem elég, ez így van. Minden esetre... És akkor megint csak... Minden esetre most tényleg eljutottunk arra a pontra, hogy lejárt a műsoridőnk, úgyhogy ja, sajnos okay, érzékeny búcsút kell vennünk tőle, Csabi, és hát ugye a kedves nézőktől és hallgatóktól is, de még mielőtt ezt megtesszük, Lacinak biztos, hogy van valamilyen közérdekű információja, mert szokott. Hát igen, először is Csabinak még egyszer köszönjük, hogy itt volt. Én mint aki tényleg a témával foglalkozom eléggé aktívan, én azt gondolom, hogy az övi az egyik legjobb csatorna is, és minden elfogultság nélkül mondom, mert tényleg nagyon tetszik az összeállításai, szerintem fényévekkel jobbak az információi, vagy ahogy ezeket feldolgozza, mint az olyan youtuberek, akiket lehet, hogy 10-szer annyian néznek. Én azt gondolom, hogy nagyon jó, amit csinál, és csak így tovább. És igényes. Igen, igen, abszolút. Nagyon szépen köszönöm. Köszönjük szépen még egyszer, hogy itt voltatok. Csabi, neked is nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást, és itt élőben tudtunk beszélgetni egy kicsit veled. Egyébként nagyon a kedves... szépen köszönöm. Köszönjük még egyszer, és a kedves hallgatók és nézők is egyébként itt írják nekünk, hogy remélik, hogy leszel még vendégünk itt a műsorban. Én bízom benne, hogy így lesz, ezeket a részleteket majd megbeszéljük. És akkor még egyszer köszi, hogy itt voltatok, jövő héten most nem mondom azt, hogy innen folytatjuk, egy másik témával ugyan, de jelentkezni fogunk, úgyhogy vigyázzatok magatokra, puszi nektek, sziasztok, Rock and Roll. Sziasztok! Örülök, hogy itt lettem, sziasztok!